Azt gondolom az egészről, hogy senkit ne hagyjunk egyedül. A gyülekezetünk tagjai Krisztust megváltójuknak valló és elfogadó emberek, eleven kapcsolatban Jézussal, igeolvasó és Isten akaratát cselekedni akaró emberek. A Kovász Közösség 2020. decemberében kezdett gyűjtést a Philadelphia gyülekezetnek Nyírteleken, hogy az általuk végzett szociális munkát a járvány alatt is folytatni tudják. A most következő videóban Györfi Mihályt, a Philadelphia lelkészét és a kollégáit fogom megkérni, hogy mutassák be, hogy mi az, amilyen munkát végeznek a vírus alatt, és milyen terveik vannak a továbbiakban. A 2000-es évek elején egy nyíregyházi városi szociális ágazat vezető mondta nekem, hogy miért nem helyezitek professzionális alapra ezeket a szolgálatokat, és akkor indítottuk el a támogató szolgálatunkat a fogyatékkal élők között, illetve a szenvedélybeteg közösségi szolgálatunkat a szenvedélybetegséggel küzdők között. És aztán, amikor elkezdtük a cigány missziónkat 2006-ban, akkor elénk állt, hogy tudunk segíteni az embereken, hisz szükségük van megélhetésre, a megélhetés biztosításához viszont szükségük lenne képzésre. És képzés és foglalkoztatás dilemmája állt előttünk, de azt láttuk meg ebben is, mint egyébként az egész gyülekezet építésünkben, hogy Isten adta azokat a lehetőségeket, amelyeket fölkínált nekünk, és mi megéltünk vele. Hát nyilván nem éltünk mindennel, mert nem vettünk észre mindent, vagy nem jól éltünk mindennel, mert emberek vagyunk. De ebben az esetben is azt láttuk, hogy az Isten fölkínált nekünk lehetőségeket. Egyik volt a szociális földprogram, az a foglalkoztatásban segített, a másik volt a biztos kezdett gyerekház program, amely pedig a nulla éves kortól a gyermekek korai fejlesztésében, az oktatásban segített. És így formálódott ki a jelenleg működő diakóniai munka, amely támogató szolgálatból, közösségi szenvedélybeteg gondozó szolgálatból, tanyagondnoki szolgálatból, az idősek gondozása, a házi segítségnyújtásból, illetve egy biztos kezdett gyerekház programból áll. Igaz kell az embereknek az is, hogy a testük meggyógyuljon, viszont a lelkükkel is foglalkozni kell, abban tudunk mi segíteni. Úgyhogy be szoktuk őket hívni a gyülekezetbe, ahol több közösségi rendezvény is szokott lenni, vagy akár ilyen alkalmak, hogy bibliaóra, asszonykör, kékkereszt csoport, akár csak az Isten tiszteletek, mindig nyitva van az ajtó mindenki előtt. Igaz, hogy most kicsit nehezebb, mert hogy vigyázni kell a személyes kontaktussal, most az a legnehezebb, hogy az nagyon fontos lenne ebben a munkában, hogy tudjunk beszélgetni, meghallgassuk az embereket, a problémákat, úgyhogy a családhoz elmenjünk, meglátogassuk. Igaz, megtesszük úgy, hogy védekezünk, felveszük a kesztyűt, maszkot, fertőtlenítőt, tartjuk a távolságot, valamilyen szinten kell, de nem tudunk egy ölelést adni, egy simogatást, ami nagyon-nagyon sokszor nagyon fontos lenne. Tényleg ez a személyes kontaktus hiánya, ami nagyon nehéz, tehát hogy nem lehet nagyon oda menni, közel menni emberekhez, de mégis a szükségleteikben kell, hogy segítsünk, és akkor így bevásárlás, favágás, fabehordás, mikor milyen feladat jön, kinek hol kell segíteni. Helyben gyorsabban tudtunk lépni, és meghoztuk a döntéseinket, meg ahhoz igazítottuk a szolgálatokat is. Legfontosabbak talán az automata fertőtlenítő adagoló készülékek voltak, azokat felszereltük, hogy amikor érkeznek akár ide a munkatársak, vagy a gyerekházba, ott tudják használni.
Illetve hőmérőket is felszereltük, és az ózongenerátornak vettük nagy hasznát. Az ózongenerátort tudtuk működtetni a templom belsejében, hogy a közösségi alkalmak között után le tudjuk fertőtleníteni a levegőt. Eszközökben egyelőre ezek, amik jelenleg szükségesek, a szolgálatot végzők személyes felszerelései, a gumikesztyű, a maszk, a védőruházat, illetve a fertőtlenítő szerek, amik nagyon fontosak, azokat szerezzük be. És hát ezek a ózongenerátorok, amik már megvannak, ezek nagy szolgálatot tesznek. Egyébként az elektromos kerékpárok, az nagyon jó lenne. Mindenféleképpen, tehát ez egy nagyon béna település, tehát most jaj, mint egy béna kacsa. Mert hogy, ugye ez nem 100 méter, 200 méter, hanem itt kilométerekről van szó. Tehát görög szállástanya az a szegregátum, ahol mi egyébként kint dolgozunk. Az is 14 kilométer innen, és Nyírtelekhez tartozik, tehát hogy közigazgatásilag, és 330 ember él ott. Minden olyan, ami számít ebben a helyzetben, és hát úgy néz ki, hogy ez még egy ideig eltart. Én azt gondolom, hogy ez a vírus helyzet nekünk mutatta meg a fogafehérjét, hogy úgy mondjam.